A hideg időjárás ellenére sokan ellátogattak a munkásművelődési központba szombaton. Az asztalokon színes papír, ceruza és ragasztó várta a gyerekeket, akik húsvéti díszeket, tojásokat, nyuszikat és különféle tavaszváró motívumokat készítettek. Természetesen ők is ismerik a húsvéti szokásokat. Hát a fiúk meglocsolják a lányokat, meg tojásokat befestünk. A húsvét mellett március 15-ére is készültek a gyerekek, kokárda készítésre is lehetőség volt. Kovács Rózsa, az MMK igazgatója azt mondta, hogy a hideg idő ellenére megpróbáltak tavaszváró hangulatot teremteni, amit a gyerekek is élveztek. Megpróbáltuk ide varázsolni a tavaszt, a húsvétot. Az egyik asztalnál nagyon szép ünnepi kokárdákat tudnak ugye március 15-ére készíteni. A másik asztalnál már készülődünk egy kicsit a húsvétra. Tudnélik, az idei húsvéti szünet, vagy tavaszi szünet, az annyira rövid, ugye pont húsvét előtt egy nap, meg pont húsvét után egy nap, hogy azért gondoltam, hogy a gyerekeknek hagyjusson egy kicsit a húsvétből, a húsvétvárásból. Kovács Rózsa azt is hozzátette, hogy áprilisban elindítják az Ovi Színház elnevezésű programsorozatot, amelynek célja, hogy a gyerekeknek megmutassák a művészetet, a színházi életet. A felnőtteknek is kedvez a vezetőség, hiszen márciusban 3 könyvbemutatóra készülnek.